kapott. Orbán Viktor vagyok. És te? Én vagy Ádám. Ádám, örülök, hogy látlak. Na, hol vagyunk most? Orbán Viktor házában. Aha, hát az jó volna, de... Igen, így is. Az nagy dolog lenne, de ez egy olyan ház, ami a tied is, Ádám. Ennek az a neve, országház. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki magyar, és az országhoz tartozik, annak ez egy közös háza, úgyhogy ez a tied is. Ajándékba adok neked egy ilyen zsákot. Ugyanott kell megjönni még egyszer, csak ügyesebben, mint én. Na, Ádám, akkor mutatok neked még egy-két szép dolgot, jó? Azt még bevágod? Azt még megeszed? Jó, akkor várj. Gyere, állj ide, Ádám, csak itt kell. Koronaőrök, tiszte, legy! Elmagyarázom neked. Ott ül fönn, aki az ülést vezeti, az elnök. És ha én akarok beszélni, itt ülök, akkor ezt megnyomom, és akkor ott nála kigyullad egy lámpa, és mutatja, hogy én szót kérek. És akkor ad nekem szót, és beszélhetek. Ide leteszem a papíromat, ha van rá szükség. Köszönöm neki. Kedves Ádám, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Boldog születésnapot kívánok. Isten éltessen. Na, mit szólsz hozzá? Ilyen beszédeket kell mondani. Például döntsük el, hogy kapjon-e ma Ádám kakaót. Aki egyetért, nyomja meg ezt a gombot. Akkor kiírják, hogy hányan akarnak neked kakaót adni. Ne, Ádámban ne ígyjon kakaót, hopp, akkor megnyomják ezt. És akkor nem kapsz. Ők a nem barátaid. Akik azt akarják, ők a barátaid. Majd kapkodhatja a fejét. Bravo! Na menjünk, gyere! És ami lejön róla, az oda beleesik, hogy ne szemeteljünk. És ez meg egészen kihegyesedik, mert ha hegyes, akkor jól tudsz vele írni. Ha tompa, akkor vastagon fog, nem tud szépen írni. Bejössz, itt van papír ceruza, és akkor beírod, hogy igen vagy nem. És akkor senki nem látja, hogy szavaztál, ez titkos, úgy hívják, titkos szavazás. Titkos. Ádám, itt a zsákod. Jó utat. Köszönöm szépen. Vigyázz magadra. Fogja a kezed. Boldog születésnapot. Fogja a kezed. Előbb láttalak. Vigyázz magadra. Szia. Na, szia. Áldásbé, köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.